Újabb bűncselekményről kaptunk hírt az egykor szebb napokat látott Jássákból, ahol most már szinte futószallagon érkeznek különböző támadásokról, bűncselekményekről az információk, és úgy tűnik, hogy a magyar állam tekintélye megroppant a Jássákban. Ezt jól mutatta az is, hogy megfenyegették a fideszes országgyűlési képviselőt is, de hiába ígérte Pócs János azt, hogy majd rendet tesz, ez nem sikerült, illetve most már a balliberális oldal számára is bekopogott a valóság, ugye erre szokták azt mondani, hogy akasztják a hóhért, hiszen a Momentum országgyűlési képviselő jelöltjét, Jászkíséri önkormányzati képviselőjét támadta meg egy feltehetően cigány származású bűnelkövető. Fényes nappal reggel 8 órakor egyszerűen összeverték mindenféle indok nélkül az utcán, és nem tudjuk, hogy Donát Anna, illetve a Momentum, amely egy elég furcsa programot hirdetett meg a cigánysággal kapcsolatban, igaz, hogy ezt innen a Duna korzóról hirdette meg, és nem a Jásságból. A Jásságban viszont szembe jött a valóság a Momentum önkormányzati képviselőjével, országgyűlési képviselőjelöltjével, ezért felszólítjuk a Momentumot, hogy most is szólaljon meg ebben az ügyben, ne a Duna korzóról, hanem menjen oda a Jásságba. Mi a Mi Hazánk mozgalom részéről július 25-én oda fogunk menni, bár ezt Jászapáti polgármestere, a helyi rendőrség és úgy általában a hatalom próbálja megakadályozni, egészen oda jutott ez a megakadályozási kísérlet, hogy maga Pócs János országgyűlési képviselő, kormánypárti képviselő szinte fenyegető üzenetet küldött a Mi Hazánk mozgalom számára, és megpróbálja távol tartani a közbiztonságért gyülekező híveinket, tagjainkat. Természetesen mi nem hátrálunk meg, és ez a mostani támadás is, amelyből a Momentum megtapasztalhatta saját bőrén a valóságot, ez is arra mutat rá, hogy a Jásságban nagyon nincsen rendben gyakorlatilag semmi sem, ezért mi törvényes rendet követelünk Magyarország minden pontjára. Azt követeljük, hogy a magyar állam állítsa helyre a rendet, illetve a tekintélyét, és ezért a Jásságba fogunk vonulni, Jászapátin fogunk tüntetni július 25-én.